אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם עמוד 639. Akadályok és késletetések. Rav. Az emberek, mondja Rav, akik egyszerűen egy korporális életet élnek ebben a világban, ők nem érzik, hogy ők két erő hatalma alatt vannak, az adakozás és a megszerzés hatalma alatt. Ennél fogva az ő életük az aránylag, tehát igazából nincs benne stressz, nem éreznek semmilyen feszültséget, nyomást a spirituális munkával kapcsolatban. Míg valaki, aki elkezdi a spirituális munkát végezni, nem azonnal, hanem ez egy bizonyos idő után, hogy tanul és a csoportban van, és kicsit be van már burkolva, nem annyira kellemes, és akkor elkezdi érezni, hogy az egész élete az valójában két erő húzása, taszítása között zajlik. Ugye létezik a jó, meg a gonosz erő, adakozás, megszerzés, hogy megszerezzen valamit a maga számára, és hogy esetleg elérje az adakozást a mások fele, a csoport fele, vagy akár a teremtő fele. De két erő hatalma, két erő húzása között találja magát, de vagy itt van, vagy ott van. Nincs másik állapot, tehát valahogy a kettő között van. Minél inkább a személy érzi magáról, hogy ő egy bizonyos ilyen prés alatt van, vagy az egyik irányból, vagy a másik irányból nyomják őt, akkor valóban megvan az esélye, hogy haladjon előre tovább, és hogy akár felfedje a felső világot, a felső erőt. És persze ez nem egyszerű munka egyáltalán. Ez hatalmas feszültség, kemény munka. Minden azon a segítségen múlik, amit a barátoktól kap, a barátokon keresztül, a teremtőn keresztül. És hogyha a jobb fele hajlik, az adakozás ereje fele hajlik, vagy hogyha a bal fele halad, a megszerzés ereje fele, akkor mit tehet? Esetleg feladja, mindent felad, esetleg lezuhan, aztán ismét feláll, elesik és ismét feláll, de hogy érezze magáról, hogy állandóan középen van a két erő hatalma alatt, vagy ennek a présnek a közepén, a két erő között, ez egy nagyon fontos dolog, hogy érezze ezt a húzást, a taszítást, mivel a választás pontja, ez pont középen van, a Tiferet középső harmadában, ott van a szabad választás. Ez az, ahol látnunk kell magunkat, ez az, ahol éreznünk kell magunkat. És vagy itt, vagy ott, minden egyes pillanatban éreznünk kell magunkat valahol, és természetesen minden egyes pillanatban meg kell próbálnunk, és meg kell adjuk magunkat a jobb fele, az adakozás fele, ami azt jelenti, hogy a megszerző erője a bal oldalon, az ellenségek, a káromlók, a vádolók, mindenki és bárki, aki a bal oldalról megtámad minket, hogy elfogadjuk őket, mint segítség ellenünkben, hogy fogadjuk el, hogy ez mind tervszerűen okból jön számunkra. És akkor egy ilyen módon haladunk előre, hogy látjuk, hogy a bal oldal ugyancsak segít minket, és a segítség ellenünkben. Ennél fogva próbáljuk meg látni magunkat a két erő hatása alatt, és hogy megállás nélkül tegyünk hozzá erőt a jobb oldalra, adakozás, értelem feletti hit, és így tovább, és így tovább. Ez lényegében, és hogy legyünk boldogak ezáltal, hogy a személy hozzászokik, megszokja ezt, az egész út,
az egész létre az mindig a két erő hatása alatt van. És a személynek állandóan minden egyes pillanatban éreznie kell magát, amint a bal erő fenyegeti őt, és akkor a fölött, a bal erő fenyegetése fölött ő valahogy felemelkedik a fölé, és sikeres lesz. És akkor természetesen maga nem képes erre egyedül. Az út kezdetén úgy tűnik számára, minthogyha küzdenie kéne a megszerzés erejével, és hogy ezt az adakozás erejével sikeres, később feladja, és azt mondja, hogy mindez lehetetlen, és hogy ezt mind szándékosan csinálják vele. Tehát neki, hogy kényszerítve van arra, hogy ezt elfogadja. A csoporton keresztül, a környezettől, és akkor előbb-utóbb a teremtőtől, hogy el kell fogadja, hogy mindez a teremtőtől jön a környezeten keresztül. És meg kell próbálnunk megtartani magunkat középen, és hogy állandóan azonosítsuk magunkat középen, hogy magunkat középen találjuk, hogy állandóan megállás nélkül a jobb fel akarunk haladni, a jobb irányba akarunk haladni. Tehát mindazoknak az erőknek ellenére, amelyek visszahúznak minket, amelyek látszólag megragadnak minket és visszahúznak, megszerzés érdekében, hogy számításokat végezzünk, hogy a számítás felé menjünk, a félelmek, izgatottságok felé, és így tovább, és így tovább. Ez egy nem egyszerű belső munka, amihez a személynek hozzá kell szoknia, hogy állandóan a feszültség alatt, állandó vizsgálatban érezze magát, állandóan a mérleg nyelvénél. Ez a munkánk, hogy itt érezzük magunkat, és hogy állandóan megállás nélkül felfedezzük ezeket az elmélkedéseket, belső elmélkedéseket, a hírhurim, mert ez az, ahogy a hart, a hegyet megmárjuk, a hírhurim, az elmélkedések, ugye a király hegyét megmásszuk, tehát hogyha van kérdés, kérdezzétek, ugye a hírhurim, amikor mondjuk, hogy a hegy lábánál vagyunk, ahol ezek az elmélkedések történnek, várja, mert szerette volna olvasni már, de kérdés van. A középső, ahol most Rav beszélt, ez a csoport központjának a közepe, amiről reggel beszéltünk. Rav, igen, a csoport központja, ez már a jobb vonal. A közép az a döntés előtt, tehát ha már a csoport közepében találom magam, az a jobb oldal, bocsánat. Hogyha már integrálok a csoportba, benne kell foglaltatnom magam a csoportba, ha már benne vagyok foglaltatva a csoportba, az már a jobb vonal. De előtte kell döntést hozni, ez a benne foglaltatás, ezelőtt egy döntés van, ennek különböző állapotai vannak, különböző szintjei vannak a benne foglaltatásnak. Kérdés, amikor én azonosítom ezt a középső pontot, akkor nekem a jobb fala kell húzzak a csoport központja fel, hogy megértsem. Rav. A csoport központja, ami a jobb vonal, ez ugyanaz. Ez azt jelenti, hogy én állandóan a környezet hatása alatt akarok lenni, hogy nekem csak a megszerzés iránti vágyam van a magam részéről, ennyi. És hogy csak is középen legyek a csoport hatása alatt. Ez az, amit akarok, mivel a csoport segítségével, amikor megkapom a felsőt a csoport segítségével, akkor képes vagyok felhasználni az összes taszítást, akadályt, ami szándékosan jön felém, hogy amikor én feléjük emelkedem, akkor felemelkedem, és mászom a király hegyét. Tehát akkor nekem keresnem kell a csoport központját, vagy keresem a központot, és akkor vonzom magam. Nem. Állandóan a csoport központja mondja. Jó, de beszéltünk a középről, hogy valahol középen vagyunk. Igen, a személy azonosítja, hogy ő középen van, de neki állandóan aspirálnia kell a csoport központja. Oké, tehát középről megyek a csoport központja fele. Igen, tehát hogy képes vagyok-e mozdulni a csoport központja fel a középső állapot nélkül, lesz szükség. Lehet, hogy majd beszélünk fél év múlva, mert igazából senki nem olyan bölcs, mint a tapasztalt. Ez a személy, aki még nem érzi ezeket a pontokat, annak nehéz ezt elmagyarázni. Én nem értem, mondja a srác. Jó, majd elfelejted, így vagy úgy is elfelejted. Csak is a személyes tapasztalatod alapján fogod majd tudni, mit jelentenek ezek, hogy középen állok, és utána megyek a csoport központja fele. Kérdés, amikor a személy felfedezi, hogy teljesen leszakadt a teremtőről, akkor ez hol jelenik meg ebben az egyetemben?
életben. Rav, hogyha a személy mégis igazából nem tudja megtalálni az erőfeszítését, a munkáját, és játékban van a teremtővel, hogy a teremtő az, aki elrendezi számára ezeket az állapotokat, akkor mégis neki erőfeszítést kell tennie, meg kell próbálnia, dolgoznia, amekkora mértékben csak lehetséges a helyes szándékkal a lecke során, a csoporttal. De a legfontosabb dolog a szándék a lecke során, ez a legfontosabb, hogy mi a szándékunk a lecke során, ez a legfontosabb. És a mi első állomásunk, a spiritotásban az első állomásunk az, hogy a személy felfedezi, hogy ő egy játékban van, ő a teremtővel játszik, és ez a játék néha eltűnik, és akkor a személy átél különböző állapotokat, és igazából nem tudja pontosan, hogy hol van, mit csinál. Ez valóban ki van törölve az érzéseiből, az értelméből, a szívéből, mindenéből kitörül. És később a személy felfedezi ezt, hogy mindez a felső erőtől jön. Nem az, hogy ő ezt valóban látja, vagy felfedezi ezt, hanem érzi, hogy ez valóban a teremtőtől jön. És akkor ez a teremtő az, aki játszik vele, hogy érzi, hogy a teremtő játszik vele, érzi, hogy létezik egy felső irányítás, mely irányítja őt, érzi ezt. És akkor a kérdés az, hogy hogyan képes ő mindezt elfogadni, hogyan fogadja ezt el, hogy vajon képes-e arra, hogy mindent elengedjen, és bármi történik, én a felsőnek a kezében vagyok. Ez egy nem egyszerű dolog, mivel ezen keresztül a személy abba hagyja, hogy az életét ő irányítsa, feladja az élete irányítását, és akkor mi történik? Akkor mi történik az összes folyamattal, ami jön, és megtörténik, és fenyegeti őt, és így tovább, különböző elképzelései vannak mindenfajta állapotban, és mindaz, ami történik az életében, bármi, ami történik az életében. Tehát ez az első pont, Még időről időre, amikor valami kapcsolata van a felső erővel, bár ez még nem egy kitartó kapcsolat, nem egy erőteljes kapcsolat, de a felső erő, mely dolgozik vele, vagy irányítja őt, vagy megragadja őt, és mindent azt csinál. És ez az, ahogy halad előre. A legfontosabb dolog az a kitartás, hogy nehogy elengedjen, nehogy elmenjen. Nagyon sok ember elmegy, egy valódi félelem jelenik meg. Hogy mi történik, hogy hogyan maradhat meg a személy így, hogy feladta magát, és a levegőben leveg, és mindent a felső erőre bír. És akkor a személy fél attól, hogy az élet az a végéhez ér egy bizonyos ponton, hogy végéhez ér, és akkor látja, hogy nem, ez egy játék, velem játszanak felülről, hogy ezt megkaptam annak érdekében, hogy így haladjak előre, annak érdekében, hogy az összes akadályon keresztül menjek. És így tovább. Röviden a személy keresztül megy ezen. Ez elmúlik. Igen, Moti. De ez a játék, kérdezi Moti. Tehát amikor elérjük ezt a magasztosságot, elérjük ezeket a pillanatokat, a kapcsolatokat, hogyan jön ez a félelem, hogy nem tudjuk megragadni ezt a magasztosságot, ezt a magas hangulatot, a teremtőt megragadni, hogy bízni a teremtőbe, a barátokba, hogy megjelenik egy félelem, mert félünk a baloldaltól, hogy mi a következő csapás. Mi ez a félelem? Ez így van, mondja Rav, mivel a te magasztosságod az, hogy megnyugtassad magadat, ugye természetszerűen meg akarjuk nyugtatni magunkat. Mi megpróbálunk egy magasztos állapotban lenni,
az összes akadály fölött, hogy a Teremtő magasabban legyen, mint ezek az akadályok, hogy én hajlandó vagyok feladni bármit és mindent, csak azért, hogy a Teremtő érdekében mindent feladjak. Kérdés. Tehát vannak olyan pillanatok, amikor ez a magasztosság, ez jön, mint valami felesleges dolog, hogy én hajlandó vagyok feladni ezt, mivel ez félelemmel jön, mint hogyha valami másik oldalra fenyegetne. Tehát akkor mit csinálhatok? Mit csinálok? Mi a legjobb állapot? Mi a legjobb pillanat? Rav, csak kisebb csoporton keresztül a Teremtőhöz. Semmi jobb vagy rosszabb állapotot nincs, csak is ez az egyetlen lehetséges dolog. Semmi más nincs mit tenni. Csak kisebb csoporton keresztül a Teremtőhöz. Semmi más nem lehet csinálni. Oké, Musi. Én nem értettem, hogy a személynek egy számítást kell végeznie, hogy nem érdekli, hogy mit ér ez a megszerzés rendi vágyában, mindaddig, ameddig ez a Teremtőhöz kapcsolódik. Természetesen mondja le, csak hallgass meg, hogy mit mondasz. Ez azt jelenti, hogy a mennyek érdekében, ezt nevezzük úgy, hogy az adakozás érdekében, ez a hafetz heszed, kegyelemre vágyik, ez a fedett haszadim, később akkor megjelenni már a felfedett haszadim, ez sokkal rosszabb, megkapjuk az erőt erre, de az sokkal nehezebb elkapni. Tehát még egyszer, jön egy zavaró tényező, és azt mondom, hogy nem érdekel engem, hogy mit érzek, mindaddig, ameddig kapcsolatban vagyok a Teremtővel, nem érdekelnek az zavaró tényezők. Természetesen, de nem azért, mert hogyha te kapcsolatban vagy a felső erővel, akkor minden rendben van. De te olyan vagy, mint egy kisbaba az édesanyja kezében, és akkor mi történik? A rossz is tőle jön, a jó is tőle jön, ő játszik velem, akkor játszok vele. A legfontosabb az, hogy megragadom őt, és én hozzáolvadok. Nem, nem. Ez ugyancsak jó egy bizonyos mértékben, de később jön a valóságosabb állapotok már, a valóságosabb állapotok jönnek utána, ahol az összes zavaró tényezőnek a közepén, vagy annak a tetején, amelyek nőnek állandóan, én azt választom, hogy veled egyik kapcsolatban, és akkor ezek a zavaró tényezők, ezek az obstrukciók, ezek várnak a horaimmal. Oké, tehát ki vagyok én, hiszen a megszerzési rendhívás soha nem érzi rosszul magát, vagy nem érzi a kapcsolatot a Teremtővel. Te vagy a szívmentető pont, oké, a szívmentető pont, de előbb-utóbb a megszerzési rendhívás mindig rosszul érzi magát. Még akkor is, hogyha én kapcsolatban maradok a Teremtővel ezen a ponton keresztül. Mégis a rossz az megmarad, a rossz az megmarad. Nem, menje meg, a rossz teljesen eltűnik. Később ez mind jobb fele megy. Előbb-utóbb a szívetető pont érzés, ez mind erősebbé válik, intenzívebbé válik. Először ez, hogy ez történik. Először ez a félelem, ez történik mindenki számára. Ez nem szükségszerű, ez nem csak én vagyok az, akivel ez történik. Ez ugyanígy van mindenki számára. És ez a félelem függetlenül attól, hogy hol vagyunk, vagy mit csinálunk. Ez lehetséges, hogy de felfújhatod ezt valami bolond, apró pontból. Ez olyan, mint hogy azt mondjuk, hogy árnyékok vannak, vagy mindenfajta illúziók vannak, vagy a legfontosabb az, hogy a személy az fél, a személy fél. És itt neki imádkoznia kell azért, hogy magabiztosságot kapjon a Teremtő, vagy bizony a Teremtő, de nem azért, hogy ő felfedje a Teremtőt, ez nem történhet meg, hanem apránként, lassanként, fokozatosan a személy megkapja az erőt, hogy képes legyen az akadályok felé emelkedni. Nem azért, mert felettük van, és akkor élvezi ezt, és akkor megszabadult a problémáktól, hanem azért, mert mivel ez egy ajándék a felserőtől, de itt ugyancsak is nagyon sok dolog van, én nem tudok most ebbe belemenni, mondja rá, mert csak összezavarodtak. Ez olyan, mint hogy emlékeztek a király fiára, a karddal, meg a pajzsal, amit fából csinált, és azt mondja az apjának, hogy nézd, micsoda hős vagyok, miközben ütlegelik és verik. Nagyon sok különböző
az állapotra, amikor feladta a valódi pajzsot és a kardot, és a fakad a fapajzsra próbál küzdeni. Oké, tehát nagyon sok szint van. Tehát akkor mi a leghelyesebb számítás mindegyes állapotban? A mi állapotunkban, mondja Rav, a helyes számítás csak az, hogy minden akadály a teremtőtől jön, és nekem meg kell birkoznom velük ezzel, mint hogy az orvos megkapta az engedélyt, hogy gyógyítson ennek a világnak a szintjén, de a spirituális szinten mindezzel együtt, és ez egy probléma, hogy a spirituális szinten mindezzel együtt, hogy mégis a személy az csak egyet követ, de hogy mindkettőt kövesse, ez nehéz. Tehát egyrészt elmegyek az orvoshoz, hogy az orvos meggyógyítson, másik részről pedig látnom kell, hogy mindez a teremtőtől jött, az összes akadály, meg az orvos is a teremtőtől jön, annak érdekében, hogy az akadályok fölé emelkedjék a gondolatban. Tehát, hogy meg kell tartsam mindkettőt, és hogy mindent a teremtőhöz rendeljek. Hát elmegyek az orvoshoz, de közben a teremtővel beszélgetem, hogy meglegyen a képességünk, hogy meglegyek mind ezekben a problémákban, és ugyancsak összeadásban maradjak a teremtővel együtt. Tehát egyrészt megbirkozom a problémával ennek a világnak a szintjén, de utána megmaradok a teremtővel. Ez majd megjelenik. Megmondtam neki fél éve. Neked meg azt mondom, hogy 3 hónap múlva. Az újonc rásznek 1 év, neked 3 hónap, és majd megérted, mondja Musinak. De ami örömet okoz nekem az, hogy nagyon sok ember itt már benne van ezekben a különböző állapotokban. Tehát vannak azok, akik kevésbé érzik a felső erő irányítja őket, vannak, akik már ezt többé-kevésbé érzik, hogy a csoporton keresztül jön valami különböző problémák, amiket a személy átél, korporális, spirituális, vagy nem korporális, persze, hogy minden spirituális. Tehát, hogy itt van az összes állapot közöttünk, megjelenik minden, mint egy ilyen hatalmas Matrixban, onnan újulunk, és átmegyünk különböző szinteken, tehát egy nagyon jó sebességgel haladunk. Kérdés, amikor ez a félelem elmúlik, akkor mit kell tegyünk, hogy megmaradjunk a kapcsolatban, hogy ne engedjük el? Amikor ez a félelem elmegy, akkor ez egy szégyen, hogy elment. Akkor mit csináljak, hogy elment a félelem, és akkor ez egy szégyen? Rav, úgy kell viselkedned, mint hogyha nem múlt volna el a félelem. De elmúlt, oké, persze, de mint hogyha mégsem ment volna el. Úgy kell viselkedjél, mint hogyha nem ment volna el. Amikor te a félelemből dolgozol, akkor az természetesen működsz. A félelem megragadta a zacskódat. Természetesen ki hajlandó vagy haladni, mert félsz. Ezt olyankor, amikor nem félelemből csinálod, hanem a teremtő nagyságából csinálod. Hogy ez az, ahogy dolgoznod kell, mivel a teremtő az nagy a szemedben. Hol mondja ezt? Hogy csak azért dolgozom, mivel a teremtő nagy, és ő uralkodik mindenek fölött. Azaz, hogy a félelem, a áhítat, az izgatottságban jön. Oké, most kell olvassuk, igen. Oké, ebben a cikkben, amit olvasunk. Oké, tehát valahogy ezt meg kell teljesítsük. Tehát a félelem, ezt te csinálod, te teljesíted be azáltal, hogy állandóan aggódsz a teremtőért, a félelem, a helyes félelemből, hogy a teremtőért félsz. Mikor vagy te képes elkezdeni dolgozni, hogy adakozzál elégedettséget a teremtőnek? Csak is ezzel a feltétellel, hogy nincs nyomás rajtad, mert egyébként a fájdalomból dolgozol, lehet, hogy közben hazudsz magadnak, hogy nem ezért, de hogyha valami fajta nyomás van rajtad, valami fajta félelmed van, valami korporális okod van, valami korporális félelmed van, akkor nyilvánvalóan nem azért dolgozol a teremtőnek, hogy neki adjál elégedettséget, vagy szenvedés, vagy élvezet, akkor amiatt dolgozol, nyilvánvalóan csak ott van szabad választásod, amikor hirtelen levegőben lebegsz. Te csak is úgy akarsz dolgozni, hogy a félelem fölött, a félelem ugye ez egy példaként jött neked, és akkor utána ugyanolyan módon kell dolgozzál, de félelem nélkül, hogy te készítesz félelmet magadnak, hogy esetleg nem leszel képes adakozni, és akkor megőrülsz. Akkor honnan veszem ezeket az erőket? Honnan veszek ilyen feszültséget? Honnan szerzem ezt? Honnan kapom a félelmet, hogy féljek ettől a világtól, féljem a következő világot? Oké, hogy valóban, hogy hatalmas erőt kapjak, hogy dolgozzak. De a félelem, a helyes félelem, hogy képes vagyok-e elégedettséget adni, a harmadik fajta félelem, hogy képes vagyok elégedettséget adni. Mi hiányzik? Honnan kapom ezt meg? Én megértem, hogy hiányzik számomra is, és nem rendelkezem ezzel a helyes félelem, és akkor mit tehetek? Kérnem kell. Akkor kérek.
fordulok a teremtőhöz, vagy fordulok a csoporthoz. És itt először is ez a csoporttól kapott fontosság. A csoport fontossága, ez képes megadni nekem a felébresztést, még akár félelem nélkül is. Irigység, féltékenység, tiszteletre való vágyás, minden. Tehát itt, mintha egy kapcsolónak kéne lenni különböző benzin között. Persze, ez különböző benzin, ez mind a fénytől jön, és nem pedig a sötétségből, nem a hiányosságból, hanem a fénytől jön a hajtóerő. Oké, olvassunk. Tehát vissza a Semátihoz, Semáti 172-es. Tehát a Semáti 172-es. Semáti 172-es, bocsánat, mostan hirtelen Semáti 138-as. 138-as, a félelemről olvasunk most. A félelem mely néha megjelenik az ember számára. Amikor a félelem megjelenik a személy számára, akkor tudnia kell, hogy nincs más a teremtőn kívül, és még akár a boszorkányság is. És hogyha a személy úgy látja, hogy a félelem legyőzte őt, akkor azt kell mondja, hogy nem létezik olyan dolog, hogy véletlen, hanem az Isten megadta neki a lehetőséget felülről, és neki el kell gondolkodnia, és tanulnia kell, hogy mi a vége, ami miatt neki ki azt a félelmet küldték. Mi a célja annak, hogy megkapta ezt a félelmet? Ebből úgy tűnik, hogy ez azért van, hogy a személy képes legyen győzedelmeskedni, és azt mondani, hogy nincsen más rajta kívül. De hogyha mindezek után a félelem továbbra sem távozott el tőle, a személynek ezt úgy kell fogadni, mint egy példát, és ezt kell mondja, hogy amikor a személy a teremtőt szolgálja, az ugyanolyan félelem mértékében kell, hogy legyen, azaz, hogy az Isten félése, amely egy érdem, ami ki lett érdemelve, az ugyanabban a mértékben legyen, ugyanakkor a félelmet keltsen, mint amit most érez. Azaz, hogy a test az benyomást kap ettől a felületes félelemtől, és pontosan ugyanabban a mértékben, amikor a mértékben a test benyomást kapott ettől a felületes félelemtől, ugyanúgy kell érezni a teremtő iránti félelmet. Nagyon sok tanítvány, mondja Rav, érzi ezt, én ezt felfedeztem a nőkön is, hogy ez a dolog, ez létezik. Ez nagyon jó. Ez egy példája annak, hogy hogyan kell felemelkednünk a spirituális félelembe, a korporális félelem helyett, hogy a Teremtő az megadta nekünk a példákat, ezeket, a különböző félelmeket, mivel a félelem az első micva, az első parancsolat. És ennél fogva, tehát a személy érzi ezt a félelmet, hogy oké legyen mindenben a világban, oké legyen a következő világ, és akkor létezik egy félelem, hogy vajon adakozik-e a Teremtőnek. Nem azért, tehát ez a harmadik fajta félelem, ez az, ami a két előző félelemre épül. Tehát a harmadik félelem az az első kettőre épül. Oké, ez érthető, kérdezi Rav, ez érthető? Megint a musi. Megpróbálom elképzelni ezt az állapotot. Tehát azt mondta, hogy egy tesztet csinált, és azt találta, hogy écet kapott. Mint hogy a személynek börtönbe kell mennie 20 évig, vagy 30 évig, tehát ezek a fajta félelmek, ezek nyilvánvalók. De én nem értem, hogy abból, hogy az ember itt ül, és beszélgetünk, hogy beszélünk, fontos dolgokról beszélünk, de hogyan képes a közösség egy ilyen félelmet kelteni a szemében? Ez nem a közösség, ami a félelmet építi a szemében. A Teremtő az, aki küldi neki ezt. Én láttam olyan embereket, akik olyan iszonyatos izgatottságba mentek, hogy én félek. Mitől félsz? Mitől félsz? Nem tudom, de egyszerűen félek, nem tudok meg sem mozdulni, meg vagyok fagyva. 30-40 éves emberek, 30-40 éves férfiak, ilyen félelemben. Házasok, gyerekek mindenen keresztül mentek, van munkájuk, van élek, és egyszerűen megfagyok a félelemtől. De mitől félsz? Nem tudom, egyszerűen csak félek, mondja Rav. Láttam bennük, nem tudták megmagyarázni.
És a félelemnek nincs lába, mondja Rav, annak nincs oka. Félelem, és ennyi, rám tör egy félelem, nem kell, hogy ki legyen oka. Hogy néha ez beleöltözik különböző katasztrófákba, háborúkban, mindenféle problémákban. Teremtő az fölkészített 20 évvel ezelőtt, hogy mit csinál veled 20 év múlva. Ez már előre van készítve, semmi probléma a teremtőnek. Hogyha nem érezted még, akkor hidd el, hogy ez megtörténik. Hirtelen olyan dolgokat fedezel fel, igen, Janivszi, és később a helyes pillanatban rádönti, és akkor kész, le vagy döntve, hogy félelem által, és te nem tudod, hogy mit csináljál, és hogy mi történik. Ez oké, ezt értem, mondja Musi, de hogyan van az, hogy mi itt ülünk, és beszélünk attól, hogyan érjük el az árvutat, a barátok szeretetét, hogy ebből hogyan fogok én ugyanilyen félelmet, tehát, hogy elérjük ugyanazt a fajta félelmet, hogy az életemet féltem, vagy hogy a börtönből akarok kiszakadni, nem tudok a teremtőnek alakozni. Hogyan érhetek el egy ilyen félelmet, hogy nem vagyok képes alakozni? Oké, mondja, én megválaszolom neked. Oké, most már hallom a kérdésedet. Hogyan rendelkezhetek egy ilyen félelemmel, hogy nem leszek képes adakozni a teremtőnek, mivel hogyha nem adakozok a teremtőnek, akkor én sokkal rosszabbul érzem magamat, sokkal rosszabb lesz nekem. Mindenfajta problémám lesznek, félelmeim lesznek, izgatottságom, problémám lesz. A teremtő küldi ezt nekem, és hogyha nem leszek képes adakozni a teremtőnek, akkor ajjajjajjaj, mi lesz velem? Ez nyilvánvaló? Oké, nyilvánvaló, akkor oké. Akkor adakozol a teremtőnek, vagy sem? Kérdezi Rav. Mi? Mit akarsz? Ezt hívjuk úgy, hogy a lo-lisma, ez már egy nagyon fontos dolog, de már ezt a fajta kapcsolatot tartod a teremtővel, a lo-lismán keresztül, hogy azért félsz, hogy bajod lesz, hogyha nem adakozol neki. Oké, mondja Musi, de ez a jó oldalon. Én ezt kérdezem, hogy a lehetséges a jó oldalon? Jó oldalon? Jó oldalon, még akkor is, hogyha különböző problémád van, izgatottságod és félelmeid, mindennek a tetején te adakozni akarsz a teremtőnek, és szeretni akarod őt, és jó időben is, és a rossz időben is, tehát ez nem nyilvánvaló. Ez az, ami nem nyilvánvaló. Oké, mondja Rav, majd megjelenik, mondja Rav, majd megjön egy pár másik probléma, és majd meglátod. De még egyszer, mi fel akarjuk gyorsítani a fejlődésünket, mi egy jó, kellemes módon akarunk dolgozni, csak is a csoporton keresztül. Ott találod az összes ilyen dolgod, azok simán mennek majd a csoporton belül, de neked meg kell értsed, hogy te felosztod azt, mit tudom én, 10 vagy 100 vagy 1000 különböző. Az a lényeg, hogy hogyan osztod fel a csoportot a szemedben, ez a legfontosabb. Ez a te szempontodból a problémák és a nehézségek. És az erőfeszítés szempontjából ugyancsak, hogy ugyanilyen attitűddel legyen. Musi, tehát, hogyha van a félelem, ez fel van osztva a tízesek vagy a százasok között, igen, mondja Rav, és ugyan az másik irányból is, és ugyanígy az erőfeszítés, az megsokszorozódik, amikor többen vagyunk együtt. Ez valóban így van, hogy persze, hogy így van, mondja Rav, hogyha nekem, mit tudom én, 620-szoros mértékben kell dolgoznom, sokkal nagyobb mértékben, ez milliárdnyiszor sokkal, az lehetetlen, csak is akar, amikor összekapcsolom az egész rendszert, amikor összekapcsolok mindenkit, akkor lehetséges ez. És amikor összekapcsolom a rendszert, akkor tudod, hogy mekkora mértékben megsokszorozódik, az enyszöf, a végtelenség mértékében. A személy először is jön egy probléma, hogyha megoldja a problémát, akkor minden könnyűvé válik. Ez, hogy a személy elkapja ezt az alapelvet, képes megragadni az alapelvet, hogyan dolgozza, hogy megossza magát, hogy felossza magát százszoros módon, hogy ebben a rendszerben benne van, beleolvad a rendszerbe, szétosztja magát különböző darabkákra. Ez már egy másfajta világ, másfajta dimenzió. Musi, én nem értem, hogyan lehetséges az, hogy valaki azt mondja nekem, hogy érzi ezt a félelmet, hogy oké, nek van értelme, hogy a csoporthoz fordulok. Nem maradhatsz meg egyedül, azért össze, hogy összekapcsolja a csoport. Oké, de amikor a félelem elmúlik, nem, mondja. Amikor elmegyek, akkor csak arra ad neked példát, hogyan kell kapcsolatban maradni,
hogy hogyan kell neked valóban egy állandóan várakozni, hogy neked folytatnod kell tovább. Musi, tehát akkor ki hozza létre ezt a félelmet, hogy félek attól, hogy esetleg ez a félelem elmúlik, a csoportnak kell generálni ezt a plusz félelmet? Igen, igen, a teremtőtől kérdez, ez nem félelem, hanem ez a hiányosság, a hiányosság. A hiányosság, hogy adakozhass el elégedettséget a teremtőnek. Ezt a hiányosságot kell megkapni a csoporttól? Oké, apránként, lassanként. Elkezdjük majd játszani. Oké, de mibe öltözik ez bele? Mibe öltözik bele ez a hiányosság? Aggodalom. Aggodalom, mint hogy te aggódsz a saját magadért, a saját gyomrodért. Most elkezdesz aggódni a csoportért, hogy ott megmaradjon ez az állandó izgatottság. És akkor hirtelen elkezdek gondoskodni, hogy miért nem vagyok a spiritásban erről? Igen, hogy miért nem vagyunk összekapcsolódva, miért nem adunk elégedettséget a teremtőnek. És ez ugyanazzal a félelemmel szemben, ami korábban volt, kérdezi Musi. Pontosan ugyanaz. Ez az, amit úgy nevezünk, hogy... tehát hogyan történik ez meg? Kérjél, kérjél, mondja Rav, kérjél. De megérted, hogyha te kérsz egy ilyen módon minden egyes alkalommal, akkor a jobb és a bal együtt lesz, mert akkor összeépül a kettő egymásra, mint a fogaskerekek, az egyik a másikon belül, és akkor képes leszel haladni előre, mint ez a két fogaskerek, hogy forognak másik irányba, egymással szemben, de te haladsz előre a kettőnek a tetején, pedig a két fogaskerek egymással szemben forog. Oké, minden rendben lesz, Musi. Minden oké lesz, Musi. Még egyszer. Még egyszer elolvassuk a 138-as semátit. 138-as semátit. Még egyszer. A félelem megjelenik a személy számára. Amikor a félelem megjelenik a személy számára, akkor a személynek tudnia kell, hogy nincsen más a teremtőn túl. És még a boszorkányság is. És hogyha a személy úgy látja, hogy a félelme az legyőzte őt, akkor azt kell mondja, hogy nem létezik olyan dolog, hogy véletlen, hanem hogy Isten megadta neki a lehetőséget felülről. És hogy neki el kell gondolkozni és tanulmányozni kell, hogy mi a célja annak, amiért a személynek ezt a félelmet küldték. És ebből úgy tűnik, hogy mindez azért történt, hogy ő képes legyen győzedelmeskedni, és azt mondani, hogy nincsen más rajta kívül. De hogyha mindezek után ez a félelem ez nem távozott el tőle, akkor a személynek ezt úgy kell vennie, mint egy példát, és azt kell mondja, hogy a személy szolgálata a teremtő fele ugyanebben a mértékben kell történnie, mint amikor a mértékben most ezt a félelmet érzi. Azaz, hogy az Isten fél és az Isten áhítat, amely egy érdem, az ugyanabban a mértékben kell megjelenni, mint az a félelem, amit most érez a korporális félelmek ugyanannak ellen, mint az Isten félésének. Azaz, hogy a test az benyomást kap ebből a felületes félelemből, és ugyanilyen módon, amikor a mértékben a test benyomást kap a felületes félelemből, ugyanilyen mértékben kell éreznie a teremtő félését, hogy fél, hogy nem képes adakozni a teremtőnek. Rav. És senki nem képes elmenekülni ettől, senki nem menekülhet el ettől, mondja Rav. Hogyha a személynek van egy szívben tartó pontja, és elhozták a munkához, a csoporthoz, és halad előre, és ez az, hogy éreznie kell, hogy ez a félelem. Mi szabad választásunk, az nem az, hogy most csináljuk, vagy ne csináljuk, még az sem, hogy haladjunk-e, vagy sem, nem abban a szabad választásunk, hanem, hogy meg kell próbálnunk, és el kell hozzuk a pozitív erőt, hogy kiegyensúlyozza a negatív erőt, és hogy ez ki legyen fejezve a sebességben, amikor a sebességben a különböző szinteken megyünk keresztül, de nem arról van szó, hogy megvan a képességem, hogy elmeneküljek, vagy hogy félelem nélkül menjünk ezen az úton. Mi nem vagyunk képesek ennél fogva. Jobb, hogyha megértjük, hogy mi egy nagyon komoly haladásban vagyunk, nagyon komoly úton vagyunk, haladunk előre gyönyörűen, és jobb, hogyha ezt úgy valósítjuk meg, ahogy ezt a kabbalisták javasoljuk nekünk. Igen, Eli. Tehát, hogy fogadjuk meg a kabbalisták tanácsát, és úgy menjünk előre. Eli? Tehát van itt egy pár faktor, amit nem vagyok képes megoldani. Tehát nyilvánvaló, mi a félelem, nyilvánvaló, hogy az hogyan mozgat minket, és hogy mennyire ijesztő ez.
De a kérdés az először is, mit jelent az, hogy beolvadjak a csoportba? Tehát amikor a félelem jön, akkor ez leválasztja a szemét a csoportról, akkor úgy, mintha magára gondol, mit történik velem, vagy meghalok, vagy mi lesz velem, mindenfajta furcsa dolgok, mintha saját mozimat nézném. És amikor benne vagyok, akkor kérdezem, hogy gondoljatok rám, gondoljatok mindenki rám, nem érzem, hogy képes vagyok berohanni. Én érzem a félelmet, de nem tudom, hogyan tudok itt berohanni a csoportba, és a többiekkel nem tudom, hogy hova tegyem ezt. Tehát meg tudod határozni a félelmedet, mint valami korporális félelem? Igazából nem tudom, mert fogalmam nincsen. Miért, mondja Rav, hogy az a spirituális vizsgálatokból jön? Nem tudom. Elkezdtünk beszélni a témáról, és akkor a gyomrom összezsugorodik. Miért? Csak érzem, hogy a gyomrom összezsugorodik. Azért, mivel mindenkinek van már valami felkészítése, én felébresztettem. Jó, de érzem ezt a félelmet, érzem, hogy a gyomrom összezsugorodik. Nem az, hogy erő, nem akartam túl erősen, de hogy érezzétek, tehát ezért csinálom, hogy egy kicsit, mint hogyha fölkaválnak titeket, erőt teszek a szavaimban. Eli, nem tudom, hogyan hátorozom meg, de ma reggel például féltem, hogy leszakadok a spiritotásról, a közösségéről, a Rav szavaitól leszakadok, és máskor pedig valami bolond korporális dologtól félek. Mindenfajta különböző félelmek. És a kérdés az, hogy mit csinálok ezzel a dologgal, hogy enne magamra gondoljak. Tehát, hogy képes legyek félni ugyanolyan módon, hogy nem leszek képes adakozni a teremtőnek. Ez nagyon messze vagyok. Tudom, hogy mi ez, amikor a gyomrom összezsugorodik, de nem értem, hogy mit jelent az, hogy ezt a közösségbe tegyem, vagy a teremtőnek. Oké, kérdezem tőled, mondja Rav. Hogyan vagy képes elképzelni egy olyan állapotot magad számára, ahol az adakozás a teremtőnek az a győzedelmeskedés, az a megoldás. A korporálisan, hogyha én adakozom a teremtőnek, akkor minden rendben lesz. Akkor biztosításom van. Akkor biztosításom van egész az életemre, bármire, bármikor, mindenhol, mindent megnyertem, hogyha adakozok a teremtőnek. Ezt lehetséges így elképzelni? El tudjátok így képzelni? El tudjátok képzelni ilyen korporális módon? Igen, általánosságban mondja Eli, mivel teremtés, adakozás, ez megfoghatatlan. Oké, majd megjelenik, de próbáltok meg így elképzelni. Oké, Eli, tehát ez a nagyon zavaros érzés, de a kérdés az, hogy mit csináljuk, hogy ezen tovább menjünk. Tehát menjünk vissza a lecke kezdetére. Hogyan képes a személy elfogadni, hogy egy döntést hozni ezekben a pillanatokban, ahogy mondtad, hogy benne akarja foglaltatni magát a között. Egy tapasztalat, mondja Rav, tapasztalat a csapásokból, amikor a reformáló fény megtanít minket, mint ahogy ezt a válaszolom írja, hogy általában mi haladunk a középső, tehát a derek eredsz, tehát a földútján. Eli, tehát egy beintó maga idejében egy kicsit a földútjával. Oké, majd beszélünk két hónap múlva. Elinek két hónap. A Musinak három hónap, nekem két hónap, mondja Eli, akkor jól állok. Igen, Gilad. Gilad. Tehát miért egy hónap? Neki meg egy hónap. Oké. Tehát hogyan képes a tízes támogatni a szemét, és hogyan tudjuk a tízes támogatni egy ilyen állapotban, amikor a személy keresztül megy ezen a félelmem? Rav. A tízesnek kegyetlenül kell bánni a személyel, mert egyébként nem figyel oda rá. A személynek meg kell mutatni, hogy ez a barátnak, hogy ők mindennel rendelkeznek, hogy közöttük a tízesben össze vannak kapcsolatva, és hogy a kapcsolatukban ott létezik mindazt, amit csak el tudtak képzelni, hogy támaszkodhatnak, és hogy hatalmas erőket kaptak, és hogy haladnak előre, boldogan rohannak előre, izgatottságban, és hol van ő, hol a személy? A személy az egyetlen hozzánk tartozik, ez se nyilván, hogy egyetlen hozzánk tartozik. Őt nekik valóban mutatniuk kell, ez kegyetlenül a másiknak, hogy lemarad. Fel kell ébresztjék ezt a személyt az irigységen keresztül, amikor már valami fájdalmat okoz neki. Ez a legjobb segítség, amikor a személynek fáj. Az irigység, féltékenység képes kiemelni a személyt a világból. Az irigység a legerősebb, a irigység lángja, hogy ezt a Salamon írja. Oké, és akkor a tízesnek a tagja, akkor mit csináljanak, hogy irigyeljék őt, vagy mi? Még egyszer?
Tehát akkor mit csinál a tízessel, amikor ez történik? Ők segítik őt? Mit jelent az, hogy mi? Ez barátnak a kezelése. Barátnak a kezelése a célirányos sem. Nyilvánvalóan bizonyos fajta kezelés, még akkor is, hogyha nehéz, és nem akarja csinálni, és még nem csináljuk ezt, mint hogyha, hogyha mivel lenéznénk, vagy valami. Nem, nem, mert nincs más választásunk. Ez az, hogy segítjük őt, mint hogyha adnánk neki egy infúziót, vagy egy vératömlesztést. Ez valóban az élet vizét adjuk, bár lehet, hogy ő meg úgy érzi, mintha megölnék őt. Mit csinál a Teremtő? A Teremtő ugyancsak segít minket a szenvedésen keresztül, tehát a csoport ugyancsak képes szenvedést ad neki. Ez a célirányos szenvedés. Húzzuk őt, behúzzuk őt a csoportba. Nem képes, mert fel van ébresztve, azonnal fel van ébresztve. Tehát irigységen keresztül kell egymást manipulálnunk. Gélát, hogyan tudjuk mindezt hozzátenni a tízes központjához, hogy ez, ő ott akar lenni, benne akar kerülni a központba, be akar kerülni, ott akar lenni a csoport központjában, és ez az, hogy segítjük egymást, ez az, hogy képesek vagyunk húzni egymást, nyomni egymást. El tudod magyarázni, hogy ez hogyan történik? Én nem tudom elmagyarázni, mondja. Ez úgy tűnik számomra, hogy ez csak egy cselekedetben, ebben nincsen magyarázat, ezt csinálni kell. Hogyan lehet ezt elmagyarázni? A csoport a tízes központja. Ez az, ahol az összes vágy, az összes szívek beirányulnak annak érdekében, hogy egy szívben legyenek. És akkor ez a személy, akivel megértették valami sejtetésen keresztül, hogy kívül van, a körön kívül van, akkor a kör közepébe akar kerülni. De ez nem az ő állapota, hanem a tízesnek az állapota. Tehát hogyan tudjuk ezt olyanra változtatni, ami felemeli a személyt, hogy mindenki lángol, nem csak az, hogy oké, gondoskodjunk, mert legyugszik, hanem hogyan tudjuk ezt másképpen csinálni. Az, hogy mindannyian így viselkedtek egymással szemben, és hogy mindannyian tűzben kell, hogy legyetek, mindannyian mutassátok ezt a lángban. Ez majd elkényszerít mindegyik őtöket. Ebből az következik, hogy az, aki felébreszti ezt a fajta attitűdöt a csoportban, a tízesben, ő az, aki hatalmas mértékben érdemel azáltal, hogy kiváltotta ezt az izgatottságot mindenkiben. Tehát neki beszélni kell erről, vagy csak érezzük egymást, vagy érezzük egymást. Röv, persze, beszéljetek róla, amúgy is. Nos, én nem tudom, hogy ez a helyes dolog-e, de itt létezik az apátia, közömbösség, mint amikor nincs félelmem a nagyság fele, ami felébred. Rav, ez az általános hiánya a behatásnak, hogy a közösség nem hat, hogy nem érzi a hatást senkitől, se a tanártól, se a teremtőtől. Még akkor is, amikor félelem van, még akkor is, amikor félelem vagy, hogy a gyomrom felfordul, vagy összesugorlik, akkor is oké, közömbösség, semmi nagy baj, nincs nagy baj. Ez még mindig nem félelem, mondja, akkor az nem valódi félelem. A félelem az el kell, hogy hozza minket egy olyan állapotba, hogy jobb, hogyha meghalok, mint hogy így menjek tovább. Még jobb, hogyha meghalok, mint hogy így éljek tovább. Ez valóban így kell, hogy érződjön bennünk, hogyha ez lehetséges meghalni, vagy eltűnjek, akkor jobb lenne, mert egyébként nem tudom elviselni. Mivel ez mind a mi edényünkben van, ez nincsenek játékok, mondja, ez nem játék. Ez az, ahogy a fény megjelenik az edényben. El tudod magyarázni? Én nem tudom elmagyarázni, ez egy érzés. Hogyan tudom elmagyarázni nektek az érzést, mondja Rav? Oké, mondja Rav. Oké, menjünk tovább. Kérdés Roitól. Oké, 6 hónap. Neked legalább 6 hónap. Mondja Rav Roi a kokkának. Neked legalább 6 hónap. Oké. Amit nem értek ebben a munkában, hogy mi a kapcsolat az, hogy az összes problémát, a félelmeket és minden, ami létezik, azt a teremtő felfedéséhez kapcsoljuk. Rav. A teremtő felfedése azzal a feltétellel jön, mondja Rav, hogy te neked szükséged van arra, hogy adakozzál neki, és a teremtő felfedése akkor jelenik meg, amikor te neki akarsz adakozni, annak érdekében, hogy elbuktasson téged, hogy megvesztegessen téged, megérted? És akkor te ezt elfogadod, a szűrővel visszaverd fényel, visszautasítása, hogy elutasítod, és ami megjelenik benned, az az attitűd a teremtő fele, az a teremtő felfedése, amikor elutasítod azt, hogy a teremtő felfedi magát neked. Ez egy kicsit túl sok. Oké. Menjünk valahova máshova.
Erre majd beszélünk később erről a felfedésről, tehát most ez most nem mostanra van. Mit csinálunk legközelebb? אנחנו עוברים לכתבי בעל הסולם, עמוד 706, איגרת י' ח'. 18-es לבל הבעל הסולם תור. אבל אותם הכוונות, אותם המחשבות... De ugyanazzal a szándékkal, ugyanazzal a gondolattal, igazából nem számít, hogy mit olvasunk, mondja, ez csak is ugyanarról a dologról beszél minden.